Sziasztok, én Sági Szilárd vagyok, és ez itt a privát gasztro turné. Mellettem pedig Fésis Nelly, aki egyébként hova származik? Debreceni vagyok, debreceni lány vagyok. És akkor dobja magát. A Kelet-Magyarország? Igen, és még a Slambuc. Slambuc, igen. Viszont el fogunk követni majd egy óriási szentségkörést. Hol a bogrács? Ugye? Indukciós lapon, tűzőnapon elkészítünk egy slambucot, és a végén meg fogjuk csavarni egy kis kolbász csipszel. Jó. Ugye a slambucot két személyre nem készít az ember. Az alsó hangon nagy bogrács. Viszont mi van akkor, hogyha csak ketten vagyunk? El is kezdheted hámozni a burgonyákat. Mi van a slambuc? Mi az a, egyébként ötnek mondják? Só, víz, tészta, krumpli, szalonna. Nagyon jó vagy! Most ezt próbálom úgy csinálni, hogy az elején kellett volna. Az viszont... indukciós bogrács. Há, így van. Egyébként marha jól viselkedik, ennek nagyon örülök. Egy kicsit megcsömpörödik, de hála Istennek egy mi bogrács csinál, csömpörödik. Nem ismered? Nem. A fém, ahogy így rúgja magát, és ő most egy ilyen bogrács formát. Tehát értem. Ez, látod, hogy így billeg. Ja, az, hogy lett neki egy kis hasa, ez a megcsömpörödik? Így van. Értem. Így van. Mert hogy ez tehette volna úgy is tehette volna, hogy a közepe jön fel, és akkor, akkor végünk van. És milyen volt Debrecenben felnőni, gyerekeskedni? Hát mivel én urbánus kislány vagyok, tehát ezek a vidéki ételek, ezek csak akkor kerültek a tányérunkra, hogyha elmentünk valahová egy ilyen környezetbe bográcsozni, mert a bérházban viszonylag nehéz volt a bográcsot felállítani, hát vagy igen. A szomszédok nem örültek neki feltétlenül. A legfontosabb dolgot bízom rád, egy kicsit igen. Helyet cserélünk, igen. És ezt így kevergesd óvatosan, hogy ne nagyon fröcsköld le magad, de ha gondolod, és ezt utánam csinálod, akkor... Mit, hogy ilyen hajszálvékonyra vágom a krumplit? Megy. Te csináld, te! Itt ez már pirulpólyagosodik, ez ugye, az egy. Ugye, ott van! Tessék, parancsolj! Ilyennek kell lennie. Így van. Nézd, ott is van. Figyelj, figyelj, kicsit nem figyelsz, oda már egy csomó. Ezt hívják úgy, hogy a kezdő háziasszonyok örömet, de tudom, hogy te nem vagy kezdő. Imádlak, nagyon sokszor láttam egy... Egyébként hasítasz a főzésben. Bár erről a férjemnek más a véleménye, ő mindig azt mondja, hogy azért jó az én feleségem, mert csak a tévébe főz, otthon soha. Nézd, már majdnem mindegyik. Kapott igen, egy még kis egy kicsit adjunk neki, és majd még hólyagocskákat is jó. Láthatunk rajta. Tehát gyakorlatilag úgy fog kinézni, mint egy pirított malacbőr. Ú, de szeretem azt. Na tessék, látod? És akkor szeretem. A végén még kedvet csinálok neked, ez egy szuper light-os étel. Egyébként, igen. Na figyelj, eljött az a pillanat. Amikor hozzá kell tenni a krumplit. Tessék, de ez most csak talérka. Így, szórd el, mert úgyis majd leöntjük nyakon vízzel, és aztán akkor mindegy is. Na. Én ezt azt mondom, hogy nem hagyom felügyelet nélkül, de ihatunk egy frissítőt mondjuk az árnyékban. Csodálatos! Na, gyerünk! Na, viszonylag hosszú idő elkészíteni egy slambucot alapból. Ő jóval hamarabb elkészül, és most az történik, hogy még van egy kicsi leve, elzárom és lefedem. Te meg elkészíted nekünk ehhez a kolbász chipset, illetve a morzsát. Jó? Hetek óta megyünk, és a szél és a tűző nap az mindenhol állandó. Viszont, hát most itt mondjak, neked van a legjobb illatod eddig. Ez nem esik szív. Na ugye, jó vagy? Megforgattam őket. Király! Figyelj, én azt gondolom, hogy ezt késznek nyilvánítom. Pihent a slambucunk. Az összes lé, az felszívódott. Ú, de szép ez a kanál. Na, úristen, nem az, hogy a kolbász zsír. Ez nagyon úristen, szép kanál. A kanál. Na hát így néz ki, az a slambuc, ami nem lehet slambuc, de mégis az. Petrezselyemmel csak azért szóltam meg, hogy legyen mit kommentelnetek, hiszen ne feledjétek, a kommentelők között ki fogunk sorsolni 3 darab airfryert. Cheese!